Tudtad, hogy légzéssel akár traumákat is feloldhatsz a tudatalattidból? Vajon mi fánterem a családállítás, mit csinál egy coach? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz a Miben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhász Tíme, a holisztikus coach, ráktúlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Miben segíthetek podcast 49. epizódjában, a vendégem pedig Your Choice Fehérvári Dóri. Sziasztok! Szia, akit bár azt beszéltük, hogy nem úgy mutatok be, mint táncszerapeuta, de egyébként ugye ez a podcast olyan, amiben én előhozok témákat, amik engem is foglalkoztatnak, és számomra az, amit csinál, az konkrétan terápia, és egyébként meg a jogszabályok alapján, ugye mivel az alkotmánybíróság elkaszálta a kuruzsdott törvényt, azért mondhatnánk azt is, hogy táncterapeuta, de abban maradtunk a békesség kedvéért, hogy női mozgásos műhely és meditáció, amit csinálsz, de emellett végeztél kineziológiát és kismama jogát is, meg majd még mesélsz az utadról, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt vagy nálunk. És még azt szoktam elmondani, hogy honnan ismerjük egymást, és mi úgy találkoztunk, hogy még a betegségem egy, tehát októberben a betegségem egy időszaka alatt rám írtál, hogy nagyon szívesen látnál engem a táncterápiádon, de ugye én akkor pont megint műtétre készültem, és akkor mondtam, hogy majd utána érkezem hozzád, és hát ez úgy alakult, hogy ugye egyéb okok miatt ez az érkezés, ez nagyjából februárban történt meg, rá egy fél évre. Február 11. Pontosan emlékszel is rá. És ez egy 5 órás táncterápia volt, meditációval, meg sok minden mással, és hát én is belecsaptam a lecsóba, mert másnap nehezen tudtam kikerni az ágyból, mert nem táncoltam előtte évekig. Megnyugtatlak, én is nehezen kerültem ki. És visszahoztad nekem így kb. Az életet az életemben, mert én valamiért elzártam magam a tánccal. Én régen táncoltam még középiskolában, meg egy picit még talán egyetem alatt is, és akkor egyszer csak így levágtam magam róla. És szerintem azért, mert akkora boldogságot okozott, hogy volt valami önbüntetés ebben, de ezt már nem tudjuk meg, vagy majd ezen elgondolkodom. És konkrétan ez történt. És amikor megtalálkoztunk, akkor én azt éreztem, de ezt már előtte is hittem, hogy biztos, hogy nem most találkozunk először, csak ebben az életben találkozunk először. Úgyhogy ezért ülsz most itt, Dóri, nálunk. Nagyon köszönöm szépen a meghívást is, meg hogy itt lehetek, úgyhogy köszönöm. És ugye az szokott lenni a következő kérdés, hogy addig, amíg eljutunk a mostani időpontig, a mostig, hogy képzeljünk el téged kislánynak, hogy nőttél fel, mi az, amit megosztanál a nézőkkel, hallgatókkal ezzel kapcsolatban? Az első szó, ami eszembe jut magamról gyermekként, az, hogy nagyon impulzív kislány voltam, extrovertált, tehát engem nem kellett győzködni, mondjuk, hogy kiálljak az óvodába, és akkor hát akkor még ott nem szavaltunk, de hogy akkor egy kis tánc, vagy egy kis mondóka, úgyhogy vannak is ilyen emlékképeim az oviból, hogy nem elbújós voltam. Aztán persze kanyarodhatnék, és hogyan váltam elbújós nővé, de hogy kisgyerekként abszolút, amikor igen, az első általános iskola negyedikben kaptunk a tanároktól egy kis papírt, hogy ugye elbúcsúztunk az alsó tagozattól, és akkor mentünk a felső tagozatba, és akkor mindenki kapott egy rá jellemző kis papírt. És akkor az én papíromon az volt, hogy az osztály színésze. És hogy tényleg ilyen voltam, tehát egy nagyon színészi alkat, barátkozós, sőt, volt bennem az az impulzív energia, tehát az is emlékszem, most így jönnek vissza a képek, hogy simán játszottam azt lent az udvaron a lányokkal, nagyon lányos is voltam, de mondtam, hogy most akkor én leszek a fiú, és én kergetlek titeket, és szóval, hogy mindig úgymond nem is az, hogy szerepjátékoztam, de hogy nagyon alkalmazkodtam így az energiákhoz, amik így jöttek fel bennem. Negyedikként születtem a családba, és ez azért fontos talán így megemlítenem, mert hogy negyedik gyermekként, nem vár gyermekként, akkor úgymond már valamennyire idősnek számított anyukám, amikor én jöttem. Szóval, hogy én, mint ahogy a szülésem is így
születésem is, hogy így kicsusszantam, és akkor így bám megjöttem. És anyáik engedtek is így negyedi gyermekként, azt gondolom, hogy szárnyalni. Nem spirituális családba születtem, sőt, mondjuk úgy szoktam mondani, hogy ez az igazi ilyen földi család, viszont nem fogtak vissza anyáik, hogy ne szárnyaljak. Nem kérdeztek, hogy miért félsz a sötétben, meg miért akarsz velünk aludni, meg hogy most hogy érzed ezt, hanem csak úgy engedtek. Úgyhogy persze az ember az élete során sokat gondolkozik, hogy miért ezt a családot választottam, és nagyon sokszor gondolkoztam én is, hogy miért ő az anyukám, miért ő az apukám, és azért, mert engedtek már kiskoromban, egy olyan független, szabad energiát élhettem már akkor is, amilyennek amúgy is születtem, és amit azóta se tudtam levetkőzni magamról, szóval ha már bemegyek a postára, és elintézek valamit, akkor tök örülök, hogy én ezt megcsináltam, mert hogy így nehéz úgymond beállnom a sorba, idézőjelben a sorba, szóval, hogy nekem tényleg, ami másnak így Úristen már simán elintézte, az nekem egy ilyen tök nagy rákészülés. Úgyhogy, de igen, vissza a gyerekkorra. Aztán természetesen, vagy nem természetesen eljött az a pont is, amikor szinte azt mondom, hogy teljesen bezárt ez a szabad kislány. És az minek köszönhető, vagy az minek a következtében alakult így? Egy pánikrohamnak köszönhető, amit nem fejtettem meg, nem beszéltem meg senkivel. Egy olyan, én akkor ezt nem tudtam, hogy pánikroham. Jártam folyamatosan szavalóversenyekre, német szép kiejtési verseny, táncolni, én szekszárdi születésű vagyok, Szekszárdon nem volt lehetőség nagyon így táncot tanulni, szóval én mindig otthon táncoltam a Britney Spears-re, meg Electric Boogie-ztam, szóval kb. Ugye ez volt az akkori táncom, meg ami indult, azt mindig kipróbáltam, de ugye hamar vége lett sajnos valamiért ott mindennek. És akkor egy német szép kiejtési versenyen voltam, és tök érdekes, mert hogy az ember, hogyha folyamatosan jár ilyen versenyekre, akkor ugye megszokja, hogy van egy ilyen természetes izgulás, de hogy aztán felmész a színpadra, és akkor az úgy szétterül, és akkor egyszer csak úgy vagy, és benne vagy ugye a flow-ba. Na és hát én kikerültem ebből a flow-ból, és emlékszem, hogy elkezdett remegni a papír, ahogy a német szöveget olvastam föl. Ugye ezt nem fejből kellett mondani, hanem ugye olvasni. És néztem így a kijáratot, mai napig megvan, hogy akkor innen most itt el lehet futni. És úgy remegett a hangom, meg a lábam, hogy még soha, tehát 14 év alatt még ilyet így nem éltem. És hallottam is, ahogy ugye így összesugnak a hátam mögött a gyerekek, hogy látod, hogy remeg a térde. És akkor leültem, és emlékszem, hogy ott volt egy tudatos, akkor nem tudatos, de hogy amúgy egy tudatos döntésem, hogy, és ezt mondtam, ezt soha többet, biztos, hogy nem, ez volt az utolsó versenyem. Tehát amikor 8. ballaktunk, könyörgött az osztályfőnök, hogy Durikám, hát állj ki, hát szavaljál, és mondtam, hogy nem. És csak annyit tudtam mondani talán, hogy zászló átadás következik, tehát mondtam, hogy max. Egy mondat. Az első bezárásom az itt történt, és ez olyan szinten mély volt, hogy tényleg nem is beszéltem róla senkinek. És akkor mondtam magamban, hogy jó, gondolkoztam mindig ugye, hogy mi legyek. Jó, de színész biztos, hogy nem leszek, hiszen ki kell állni a színpadra, és beszélni kell. Én ezt soha többet nem szeretném átélni. Akkor mi legyek? Ja, persze, hát akkor táncos leszek, mert hogy úgyis nagyon szerettem táncolni. És így jelentkeztem a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába. 3 ilyen táncos iskola van Magyarországon, ami ilyen profibnak, nívósabbnak számít. Győr, Budapest és Pécs. És akkor oda nyertem felvételt, és
emlékszem, hogy az első irodalom órán emlékeztettem magam, amikor a Lajber Marietta tanárnőnk mondta, hogy akkor most mindenki olvasson fel, és mondom, tudti, hogy most ez egy casting, hogy ki hogyan olvas, úgyhogy én csak úgy simán, hogy nem a tévéhíradós, hanem csak úgy simán olvastam, hogy ne is vegyenek észre. És aztán, hát ebben az öt évben, mert az öt éves iskola, ez életem, azt kell, hogy mondjam, legmeghatározóbb blokja, fejlődése, törése. Hmm. És ezt látom, hogy ezt egy kicsit meg is könnyezted. Igen. Egy kicsit elkerülöttem úgyis minket, de hogyha... Rendben. Hát ez az élet maga. Igen. Igen, de ezek a podcastek ilyenek. Igen. Mi az, ami még mindig ennyire megérint ebben? Amúgy ezen gondolkoztam, hogy mint ahogy te is jöttél a táncterápiára, és mondtad, hogy nem könnyezem, csak az energia, igen. És hogy amúgy tök durva, mert hogy nem könnyeztem, szerintem csak az energia. Mármint simán azt is mondom, ugye, hogy, vagy vállalom persze, hogyha ha elérzékenyít ez a téma, mert hát abszolút benne van még. Úgyhogy szerintem ez az energia volt, de hogy ami a kérdésedre így is tudok válaszolni, mert hogy az volt, hogy mi az, ami elérzékenyít benne. Igazából az, hogy megismertem önmagamnak egy olyan részét, hogy nem gondoltam volna, és ezt amúgy a tanárok is mondták, hogy felnőtteket úgymond megszégyenítő akaraterőm és szorgalmam van, viszont mivel én, hogy így érts vagy értsétek a történetet, ugye egy ilyen iskolának az alap tantárgya az a balett, és ha te nem vagy jó balettból, nem tudom, tehát muszáj ezt ebben fogalmaznom, de hogy akkor nem sokat érsz, mondjuk így. Miért muszáj ezt ebben fogalmazni? Hát mert csúnyán tudtam volna csak kifejezni. Itt egyébként ezt is lehet, de... Hát igen, szóval úgy neveltek ott minket, hogy ha nem vagy jó legalább hármas balettból, akkor szart sem érsz. És én jöttem igazából ugye egy megérzésből, meg egy nagyon jó ritmusérzékből, meg nagyon jól. Tehát azt tudtam, meg a szüleim is látták meg bárhol, tehát hogy nagyon jól táncoltam, de nem volt előképzettségem. És ez tipikusan tényleg, mint az ilyen amerikai filmek, hogy így bementem a felvételire, és az osztályom 80-90%-a tornász múlt, ilyen múlt, olyan múlt. Én meg ugye így mentem, és így azt se tudtam, hogy most mi van, én csak táncolni szeretnék, de utolsó előttiként felvettek. Viszont ez egy öt éves képzés volt, ugye az, ami azt jelenti, hogy a maga a balett a fő tantárgy, akkor az azt jelenti, hogy minden egyes nap, amikor mások matekon ülnek 8-tól, mi minden egyes nap reggel 8-tól balettoztunk, aztán iskola, aztán néptánc, színpadi tánc, modern tánc, akrobatika, színészet, este 6-7-ig, 14 éves korunktól. És a legfontosabb ott, hogy legalább hármas legyél balettból, én nem voltam hármas balettból, az adottságaim olyannak tűnnek, mert hogy nagyon-nagyon vékony, végül is magas kislány voltam, de ez a kifordítottság, hogy ugye különböző pozíciók megtartani, az az izomzat, az ugye közben derül ki, és nekem ez gyengeségem, nem balettosként születtem. Ezért iszonyatosan nagyon-nagyon-nagyon nagy küzdelem volt az iskolában bent maradni, mert hogy minden első év végén elküldték a leggyengébb láncszemeket, és ez a, hogy is mondjam, hát fejsze, most fejszét látok, ez a fejsze azért folyamatosan ott volt a fejem fölött, amikor kimondták fél évben is, hogy ugye, hát akkor ez egy kettes, ez kettest ér. Úgyhogy képzeljétek, kidolgoztam egy stratégiát, és ez a stratégia az volt, nagyon erősen jött mindig amúgy ez a belső hang, az ösztönök. És a belső hang azt mondta, ez a kicsit ilyen közhelyes, de tényleg, hogy itt a helyed, hogy tényleg ne add fel. És kidolgoztam egy olyan stratégiát a kis szobámban, hogy téli szünet után visszamegyek, és második fél év, minden reggel 5:30-kor kelek, 6 óra pár perckor én már bent leszek a balettterembe, és 8-ig, ameddig megjön a balettmester, én gyakorlok. És ezt
ezt tényleg végigcsináltam. És igazából ennek az akaratnak, szorgalomnak, hitnek, bizalomnak saját magam felé meglett az eredménye, mert nem küldtek el, és így tovább engedtek, és végigjárhattam az egész 5 évet. Ettől függetlenül ez a fejsze olyan szempontból eltűnt, hogy már tudtam, hogy nem fognak elküldeni, de maga az az érzés, hogy pont amikor úgymond serdülsz, amikor nyílsz, mint egy virág, abban az 5 évben, ugye ez ráadásul távol a szüleimtől, tehát ugye csak hétvégenként jártam haza, abban lenni, hogy nem vagy elég jó, elismerj a hangom, nem vagy elég jó, hát benne marad az emberben, a lelkében, testében, és nagyon, hát ez egy nagyon nagy mély repülés volt végig ebben az 5 évben, mert ugye az a lány, aki megszületett a szabad szellemmel, és a színészi alkattal, a játékkal, az a lány teljes mértékben bezárult. Tehát olyan szinten, hogy én azt gondoltam, harmadikban soha nem felejtem el, tehát hogy én mindig az utolsó sorba álltam. Mutatták a modern táncot, amit biztos, hogy meg tudtam volna csinálni, mert nem balett, de én már valahogy ez a sok-sok év, nap, gyakorlás, hatás elérte azt a hatást, hogy elhiggyem azt, hogy nekem jó ott az utolsó sorban. Már nem is biztos, hogy meg tudom tanulni a koreográfiát, inkább nézem az asztalos dorkát, olyan ügyes, jó, hogy csinálja. Egészen. Tehát 5 éve az iskola, és egészen 4 évig ezt csináltam, hogy elhittem azt, hogy nem vagy elég jó. Nem vagyok elég jó. Aztán jött a fordulás. És oda is eljutunk, de ugye számomra egy kicsit úgymond ellentmondásosnak tűnik, hogy valójában nem akartál látszani, és mégis elmentél egy táncművészeti iskolába. Igen. Akkor szerettem volna látszani. Uh-huh. Akkor szerettem volna látszani, mert azt tudtam, hogy színpadra születtem, tudtam, hogy ez bennem van, a sejtjeimben. Tehát amikor én jelentkeztem az iskolába, én ezt megálmodtam, hogy menj a pécsi suliba, és mentem másnap az osztályfőnökhöz, a Márta nénihez, és mondtam, hogy Márta néni, írjuk be elsőnek a pécsi művészetit, ne a bezerédi kereskedelmi iskolát, hál' Istennek, és hogy írjuk be. Ott ugye a felvételivel is én csak ezzel a német szépkiejtési versenyes traumával mentem. Nem voltam úgy bezárulva, és ugye a tánc. Tehát ami ellentmondás ugye így bennem akkor nem volt, hanem az évek alatt vált ez az egész olyan, mint ilyen ellentmondásosnak, hogy ugye nem akartam látszani, de mégis ott voltam. És mennyit jelentett az, hogy ugye azt mondtad, hogy otthon nem feltétlenül értettek, de elfogadtak. Igen. És hogy otthon viszont, ha jól értem, akkor ott nem kaptad meg, hogy nem vagy elég jó. Nem. Nem. Abszolút nem kaptam meg. De hozzáteszem, hogy ahogy egy 14 éves gyermek kirepül, én kirepültem. Tehát anyáik... Felnőttél. Igen. Uh-huh. Tudták, hogy... Tehát mindent elmondtam nekik, hogy hát most ez volt, képzeljétek, az volt. Mert azért voltak nem szép dolgok, vagy ugye büntetések ott az iskolában, meg tehát, hogy azért ez egy teljesen, mondjuk úgy, hogy poroszos nevelés. Tehát azért én meséltem anyáiknak, és anyáik ki is álltak értem, tehát volt olyan, amikor ők is ugye mentek a suliba, és mondták, hogy azért hát ez nem így kellene. Úgyhogy anyáiktól nem, viszont azt gondolom, hogy 14 évesen nagyon jó, hogy szabadjára engedtek, de valahol azért nem is egészséges távol lenni az otthontól. Hamar felnő az ember, főleg egy ennyire intenzív közegben. És azok a gyerekévek, azok általában azt szokták mondani, hogy felnőtt korban visszaköszönnek, vagyis jobb esetben megéljük őket. De ugye mondtad, hogy aztán jött egy fordulat négy év végén. Mi volt ez a fordulat? Az a fordulat az volt, hogy megint jött az a belső hang, mint amikor
tudtam, hogy az iskolába kell jelentkeznem, ugye megálmodtam, jelentkeztem. Itt pedig az volt, hogy mindig néztük a Lali barátommal ezeket a tehetségkutatókat, lehet mondani? Lehet ebben a podcastben. Megasztár volt akkor még, és akkor mindig néztük, és akkor egyszer csak 2006-ban reklámozták, hogy most jön a Megatánc. És emlékszem, hogy én így forgatgattam magamban, mert hogy tudtam, hogy nem vagyok jó balettból, de én tudtam, hogy én egy ilyen showtáncos vagyok. Láttam magamat, szóval mai napig a férjem kérdezi, hogy te hogy bírtál ott maradni a suliba? És mondtam neki, hogy nem azért, mert én szenvedni akartam, hanem amikor van az az igazi benső hited, sugallatod, megérzésed, teljesen mindegy, hogy 14 vagy, 18, 30 vagy 50, bármi áron is tudtam, hogy ott van a helyem, mert valami olyat tanulok, nem csak táncban, hanem lelki síkon is, akkor ezt még nem fogtam fel, csak ugye, hogy alapokat kapok, amit majd kamatoztatni tudok. És ezért visszatekintve az egészre abszolút megérte. És a párfordulás az pedig az volt, hogy emlékszem, szeánsz keretében megírtam a Megatáncba a kis jelentkezésemet. Ez az ilyen kis postafiókba elvittem, még sem emlékszem, és még ott néztem az eget, hogy akkor én most ezt a levelet ide bedobom. Akkor bedobtam a levelet, és még azon a nyáron hívtak, pont palacsintát sütöttem, szóval annyira megvan az egész, hogy hát akkor jöhetek a Megatánc castingjára. És ugye azt hiszem, nem tudom pontos adatokat, de 3-4 ezer táncos jelentkezett a Megatáncba, és jöttek a fordulók, bekerültünk, és akkor a 3000-ből a Samai Dórika, a lánykori nevem, bekerült a legjobb 8 lány közé. És ez volt az első olyan visszajelzésem, vagy visszajelzés az élettől, a forrástól, a jó Istentől, hogy az a belső hang az rendben volt, és hogy utamon vagyok, és attól még, hogy mondjuk kettes, vagy hármas vagy balettból, attól még sikerülhet, és és még úgy is, hogy közben palacsintát eszel. Jó, igen. Jó, igen, de erről már ugye beszéltünk, hogy annyira ezek nem hatottak meg, hál' Istennek. Szerintem szóval egyébként erről fontos beszélni, mert főleg, hogy egy poroszós rendszerű, és igen, akkor majd menjünk tovább. Balett intézeti körül, hát kvázi voltál, ahol a lányok általában gramra méregetik magukat, meg voltak igen, sokan, akik mindenféle étkezési és egyéb zavarral küzdöttek. Ott te bizony megetted azt a palacsintát. Megettem, bizony. Igen, igen. A poroszos neveléshez és a baletthez ez is hozzátartozik, hogy aki hízásra hajlamos, nem tudom szebben mondani, tönkre megy. Tehát, hogy vagy eszel, és akkor nem vagy odavaló, és akkor nem tudom, tehát, hogy igen, súlyos dolgokat lehet azért átélni, tehát nem egy-kettő lányt láttam sajnos, akik ugye anorexiásak lettek. Úgyhogy ez igen, genetika is, alkat is, lélek is. Én amúgy pont, hogy nagyon vékonyként bekerültem, és aztán kicsit átestem a ló túlsó oldalára, és akkor úgymond ugye picit húsisabb lettem, de hát ugye mihez képes, de hál' Istennek nekem ezzel úgy nem volt dolgom. Megvolt az akkori hátizsák, ugye? Igen, és azt mondtad, hogy rád nem volt ráhatása, hogyha emiatt bármit nem mondtak. Nem, egyszerűen nem érintett meg téged. Nem érintett meg, de szerintem azért, mert akkor már annyira sokat kap az ember, ugye azért más dolgokból, hogy nem akarom ezt elbagatelizálni, tehát ez igenis nagy probléma, csak szerintem én teljesen másban voltam akkor, hogy már szerintem a kis segítőim is itt körülöttem nem engedték, hogy ez szurkálja az aurámat. Tehát, hogy ott inkább másban próbáltak engem erősíteni, vagy emelni. Ha még ezt is magamra vettem volna, hozzáteszem, hogy nekem nem volt olyan nagy dolgom vele, mert csak egyszer írtak fel táncos vacsorára, ami azt jelenti, hogy a kollégiumban nem eheted meg az igazi vacsorát, hanem táncos vacsora, ami egy joghurt volt, meg valami ilyen kis színes műzli, vagy nem tudom. Igen. És hát bekerültél abba a 8
legjobb lányba. Igen. Mi történt utána? Az történt utána, hogy megéltem mindazt, amit a 4 évben nem. Nem a legjobb voltam, nem azért, hanem egyszerűen bekerültem, és milyen érdekes, ugye, hogy a média világába, de én egy olyan részt kaptam ott 18 évesen, ami pont ezt a mínusz önbizalmat fel tudta hozni nekem, nem nullára, mert még nem voltam a nullán sem, de hogy fel tudta úgy hozni, hogy úgy azt érezzem, hogy visszahozta azt, hogy ja, hát amúgy én tényleg tudok táncolni. Szóval ugye az a műsor arról szólt, hogy minden héten kihúztuk, hogy ki lesz a párunk meg kihúzta, hogy milyen stílus tanultunk, és akkor egyik héten csacsacsa, aztán swing, aztán diszkó. Negyedikként végeztem így a lányok közül, és a mai napig ez is így beleégett a retinámba. Az a kép, amikor kiestem, hogy én nem azért sírtam, mert kiestem, hanem azt, amit ott átéltem, hogy tapsolt a közönség, és hogy ott volt az, hogy basszus, megéri. Tehát itt vagyok, tudtam, jó úton vagyok, csinálom tovább. Szóval nem azt nézted, hogy egy karnyújtásra lemaradtál a dobogóról, hanem azt, hogy neked milyen tök jó, hogy negyedik lettél. Nagyon. És ez tényleg, tehát ezt nem csak mondom, hanem ezt abszolút így éltem meg. Hogy a fényre kerültem, de nem a Rivalda fénybe, hanem újra kapott levegőt a bennem üvöltő lány. És itt ugye azt mondtad, hogy az önbizalmad ugyan nem nullára, de majdnem nulla közelébe került. Igen. Nem akarok nélt ugrani, mert majd a köztes időt Persze. is megnézzük, de szerinted most hol van az önbizalmad? Most azt gondolom, édes Istenem, de jó kimondani, hogy kezdem megismerni a határaimat, valamikor élem is. Tudom, hogy mit érek, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon egészséges önbizalmam van. Ez hullámzó, tehát ez nagyon nagy becsapás lenne azt mondani, hogy minden nap így kelek, mert ahogy ugye a hagymahéj is így kerül le, és ismerem meg még jobban magam, egy csomó minden feljön. De azt hiszem, és most így az anyaságban, és is úgy mindenemben is az a legfontosabb, hogy erre az egyensúlyra törekszem minden nap, és hogyha jön valami, ami ugye kisebbségérzetet okoz, vagy megint jön az a Dória, hogy így, mert nagyon jó vagyok benne, hogy elbújjak, meg nem akarok annyira látszani, ne vegyenek észre, és muszáj téged idéznelek, mert hogy ezt mondtad a táncterápián, és azért idézlek téged, mert hogy ugyanezt élem, hogy ha akarnék, se tudnék elbújni, és azt hiszem, igen, tehát ezt élem, hogy már nem elbújok, hanem vagyok a magam hullámaival. És most már mert látszódni. Merek látszódni, merek. És ugye most édesanya vagy, két okay. csodálatos gyermek anyukája, megcsinálod, újra visszatértél csak más formában a tánchoz. Nyilván majd azt is elmondod, hogy nem hagytad abba, csak mit történtek, de hogy negyedik lettél meg a táncban, és utána mi történt? Utána az történt, hogy volt egy utolsó év még Pécsen, oda visszamentünk, és az már sokkal szabadabban telt. Ott emlékszem, hogy modern órán mondta a tanárnő, hogy jó, akkor most képzeljétek el, hogy ti vagytok az elemek, akkor most tűz vagy, most víz vagy, és az óra végén odajött, és azt mondta, hogy te eddig hol voltál? És mondtam, hogy én amúgy itt voltam, de mégsem. Lopakodó üzemmódban voltam. Végigcsináltam azt az 1 évet, felvételt nyertem a Magyar Táncművészeti Főiskola jazz szakára, bekerültem. Muszáj ezt is mondanom, és nem egy ilyen jelvényként a mellkasomon, de hogy név nélkül az akkori táncigazgató még Pécsen mondta, hogy na hát, megpróbálhatod a Madács Színházat, de nem fognak felvenni, de hogy ezt így. Megpróbáltam a Madács Színházat, nagyon sokan jelentkeztünk lányok, egyedüli voltam, akit felvettek, hogy ez megint egy ugye visszajelzés. És azért mondtam, hogy nem jelvényként hordom, vagy pajsként, hogy abszolút nem, tehát most sincs bennem ez, hogy na látjátok? Csak egyszerűen
mindig önmagamnak mondom, mint egy ilyen, mint hogy tényleg magammal beszélgetek, hogy látod, Dóri, látod. Mert hogy még mindig, amit mondtam is, hogy jöttem fel a minuszokból, a nulla, és akkor ugye az egyensúly, tehát az önbizalom felé. Nem tudom, mennyire értetted, vagy érezted. Abszolút. Úgyhogy Magyar Táncművészeti Főiskola, ahol igazából egy évet tudtam bejárni, nappali tagozat, mert bekerültem a Megatánc által egy olyan forgatagba, amitől a Kiráz a hideg annyira imádtam. Bekerültem a művész világba, a művész életbe. És én egy szabadúszó táncművész voltam, darabszerződéseink voltak, elkezdtem élni azt, amiért tanultam, amiért küriztem, és Magyarország egyik legkeresettebb táncművésze lettem, ami most így visszatekintve is néha annyira hihetetlen, ugye, hogy miből indul az ember, de hogy nagyon-nagyon alázatos voltam, szorgalmas, és muszáj ide tennem, hogy nem azért voltam az egyik legkeresettebb, mert a legügyesebb voltam, csak a színpadon el tudtam használni azt a valamit, amivel születtem, ezt nem tudom megfogalmazni, hogy mi a játék, a nő, a rezgések, az energiák nem esett nehezemre. Nekem sokkal jobban nehezemre esett egy nagyon szép kupézsötét ugrani, vagy ilyen forgásos valami, vagy mint eljátszani azt, hogy, vagy megélni azt, hogy itt most egy rockszám vagy, ott pedig egy másfajta, szóval azok így nekem nagyon könnyedén jöttek. Felvettem, levettem, felvettem, levettem. Te is olyan kváltó vagy. Igen. Azért az elképesztő, hogy egy iskola igazgató azt mondja neked, hogy szerinted nem fognak felvenni, és nem, hogy eltántorítana, hanem elmész, és megnézed, hogy igaza van-e. Ehhez egy olyan mértékű középpont kell, ami például úgy gondolom, hogy nekem biztos, hogy azt nem tudom, hogy most meg lenne, de hogy annyi idősen, mint amennyi te voltál nálam, az pont kiváltottam volna azt, hogy akkor meg sem próbálom. Uh-huh. Úgyhogy már önmagában ez a tény, hogy azt mondom, jó, hát akkor menjünk, nézzük meg. Ez szerintem már önmagában egy csodálatos dolog. Abszolút, de nagyon érdekes, mert ezt nekem már más is mondta, és mondom, sokszor a férjem szokta mondani, hogy hogyan? Én biztos nem mentem volna. Uh-huh. Nem tudom. Szóval egyszerűen nem tudom erre a választ, mert... Ősbizalom? Tudom, hogy köszönj, de ez abszolút szerintem egy, mint amit beszéltünk az étellel, meg hogy hízásfogyás, úgy nagyon rosszul esett. A Megatáncnál is megkaptam, de így szó szerint, hogy az első kör, büszkék vagyunk rád, az első körben ki fogsz esni. De valahogy nem is azt mondom, hogy ezek nekem erőt adtak, mert nem lettem ettől harciasabb. Aztán az is lehet, hogy tudatalatt igen, nem tudom. Nem érdekes, tehát bennem maradtak, a mai napig bennem vannak ezek, de nem gátoltak, hanem mint a sprinter. Megyek. De nem is dac volt, vagy nem úgy gondolt, hogy dac volt. És egyáltalán nem. Tehát, hogy nem dacból sem, mert a dacban benne van az, hogy azért, na azért tudom, ki vagyok. Nem tudtam, hogy ki vagyok. Csak azt, hogy táncolni szeretnék. Szóval Magyarország egyik legkeresettebb táncművésze lettél, azért már tudtad élni akár az archetípusokat, mm-hmm. akár bármi mást a színpadon, és már mertél látszani, és... hogyan jutottál el a spiritualitásig, vagy egyetlen addig, hogy mondjuk elmenj és kineziológiát tanulj, uh-huh. vagy jogát, uh-huh. vagy hogyan kezdted el behozni az életedbe, és ez lehet, hogy már kiskorod óta így volt majd erről, mert mondtad, hogy láttál, érzékeltél, aztán ez lezárult, de feltételezem, hogy, vagy hát nem feltételezem, uh-huh. tudom, hogy újra kinyílt a csatorna. Igen. Kiskoromban nagyon sokat érzékeltem, láttam dolgokat, és ahogy ugye mondtam az elején is, ugye a földi családba születtem jó értelemben, szóval anyáik elfogadták, hogy hát fél ez a kislány, nem? Hát aludj velünk. Szóval, hogy erre mondom, hogy mindig szabadon engedtek, csak úgy nem mentünk a mélyére. Olyannyira, hogy teljes mértet, hogy könyörögtem, hogy nem. Tehát, hogy én ezt nem szeretném érzékelni, látni, le is zártam magam,
bekerültem ugye a forgatagba, máson volt a fókusz, de azért most így közben kuncogok magamban, mert visszajön a, úgy hívtak az általános, vagy a középiskolában a többiek, nagyon-nagyon jó osztály voltunk, hogy a mágus, mindig rögtek, mert ugye 18. szülinapomra íkinget kértem a Müller Pétertől, szóval, hogy nagyon bennem volt, mindig bennem volt ez. Máson volt a fókusz. De mindig, tehát idősebbekkel is barátkoztam, nagyon könnyedén szót értettem a felnőttebb korosztállyal, már kiskoromban, emlékszem, tanácsokat osztogattam, akkor még nem tudtam azt, hogy csak akkor, ha kérik, ugye. De az első olyan, az megvan, 25 éves voltam, amikor elkezdtem érezni, és ki is mondtam egy nagyon kedves nőnek, a Berkes Gabinak, hogy én emberekkel fogok foglalkozni, hogy milyen formában azt még nem tudom, de emberekkel fogok foglalkozni. És akkor belenézett a szemembe, és ő mondta, hogy ez 100%. És aztán 25 éves koromban ez így megtörtént, ugye ott volt a kis tudatalattimban, és hát éltem a táncművész életet, amit ugye imádtam, szerettem, de érdekes, ez is valahol egy ősbizalom, hogy anyukám még mindig kérdezték, hogy de mi lesz a tánc után? És mindig, és nekik is így mondtam, hogy nyugi, tudom, hogy lesz valami, most ezt élem. És akkor ugye úgy engedtek, de hogy hát kislányom, azért ez nem tart örökké. És aztán 28 évesen jutottam el oda, vagy 27, hogy nézegettem mindig az Európa Akadémia honlapját, professzionális kineziológus képzés, 3 év, hú, de jó, hétvégén van a képzés, hát én mindig fellépek. Tehát ezt hogy fogom megoldani? Aztán megoldottam. És amikor eljött az időm, akkor Márta néninek, az iskolának, az igazgatójának mondtam ezt a 3 év végén, meg ott mindenkinek, hogy én ide betáncoltam, és a lelkem táncolva megy, de úgy sétálva megyek ki, úgy szépen lassan. És akkor kezdtem el ezt a 3 éves képzést, ami egy újabb mélyrepülés volt, de már másképpen, mert volt egy nagyon hozott működésem, hitrendszerem, hogy egy nő ott sír, ahol senki nem látja, erősek vagyunk, megtanultam, ugye balettóra zuhany, sírás, letöröl, megyünk matekra. Megtanultam ezt a fajta védekezést, ezt a fajta, igen, védekezést, és amikor bekerültem a suliba, ott nem tudsz állarcban lenni, mert hogy az egész 3 év az nem csak arról szól, hogy megtanulod a Van Braint és a transzgenerációs epigenetikus kineziológiát, hanem gyakorlatban is te vagy a kineziológus, majd te vagy a kliens, majd kiállsz, és ezt elmondod, és ez 3 évig. És ami nagyon érdekes volt, hogy akármennyire kommunikatív vagyok, nyitott vagyok, szeretek ismerkedni, abban a pillanatban, hogy magamról kellett beszélni, a sérülésekről, teljes mértékben visszajöttek azok az emlékek, mint a német szépkiejtésinél, hogy ugye elkezdett remegni a hangom, hogy nekem itt be kell mutatkoznom, hogy összevont osztály, most el kell mondanom, hogy mi történt. Kőkemény volt beleállni. És mégis megtetted megint. Megtettem megint, mert hát ugye a hang, szóval, hogy ott volt, hogy most innen elmenekülök, akkor addigra azt már én is tudtam, hogy rendben, akkor majd 3 év múlva egy másik ajtón máshogyan, de úgyis meg fogom kapni az élettől. Úgyhogy végigcsináltam a 3 évet. Valakinek szerintem nem annyira nehéz végigcsinálni, mert egyszerűen így beleáll és mondja. Ez az életem egyik legnagyobb koreográfiája volt ott, hogy ugye leszedni ezt a sok mindent, ami úgy ott volt, és akkor megnézni, hogy ki van ott bent. És ki van ott bent, Dóri? Ki van ott bent? Uh-huh. Mármint most. Uh-huh. Egy egészséges, teljes és ragyogó nő van bent, aki a maga hullámaival, szépségével, dacával, érzékenységével éli az életét. És a kineziológia befejezése után mi történt?
befejeztem a kineziológiát 2020 februárjában, és akkor bejött a COVID. Bejött a COVID, és akkor már nagyon éreztem, tudtam, hogy jönni fognak hozzánk lassan a lelkek. És akkor megfogant 2020 májusában a kislányunk, és akkor nagyon jó időben, ha mondhatok ilyet, és mondhatok ilyet, nagyon jó időben anyuka lettem. Ha előtte lettem volna anyuka, nagyon hajlamos lettem volna a mártíromságra, a mindent eldobok, és mert hogy alapjáraton egy nagyon tyúkanyó személyiség vagyok, és ezt élem és imádom, de most már tudom, hogy a saját határaimon belül. Úgyhogy a kineziológia végén COVID, aztán a kislányom születése, a Léna születése, aztán a semmiből újra várandós lettem, nagyon hamar megszületett a kisfiunk is, ugye 16 hónap kor különbséggel, és tudtam nagyon jól, hogyha eljön ez az idő, akkor én otthon szeretnék lenni velük, úgyhogy intenzív 3 év otthonlét, 2 várandóság, 2 szülés alatt most kezdtem szeptember végétől újra beleállni abba, amit tanultam, amit tanulok, ami én vagyok, és ez pedig bátran hívom így, akkor, hogy a táncterápia, mert ez táncterápia. Azért mondtam az elején, hogy nem kell máshogy hívni. Persze sokszor elmondtam a korábbi podcastek során, hogy jogszabályilag mi a terápia, mi nem, de hát ez egyébként teljesen kidolgozatlan terület, és most ezt engedjük is el. De terápiás jellege van aztán, hogy kinek mit jelent a terápia, az már megint egy másik kérdés, de szerintem nem feltétlenül érdemes kisajátítani egy nem lehet meghatározni egy exakt területet, és ez az én kiszólásom volt. Hogyan alakítottad ki ezt a módot? Ugye én az első alkalommal az 5 órás táncterápiádon voltam, és ez egy nagyon összetett, és feladatokkal, páros feladatokkal, és nem fogom elmondani az egészet. Nyilván nézzétek meg próbáljátok ki ti is, de hogy meditációval, keményebb munkával, összetett 5 órás terápia, amiben azért feljönnek dolgok, tartod a teret, nagyon-nagyon erősen tartod a teret, és tartod az embereket, és hát van benne koreográfia is, pont azért, hogy a koreográfia keretein és szabályain belül válhasson az ember szabad, de pontosan, ahogy egyébként szerintem a kisgyerekeknél is, amiért a szabályok vannak. Mm-hmm. De szépen mondtad, teljesen, igen. Szeretnél erről mesélni egy picit, hogy ha valakit esetleg ez hív, akkor mit mondanál el ezekről az alkalmakról? Persze. Legelső, amit elmondanék, hogy a tánctudás nem szükséges. Rengetegen imádnak, szeretnek táncolni. Tehát ezt a kiskorom óta nézem, meg ebbe a közegben nőttem fel, rengetegen, és rengetegen hordozzák azt, hogy de én úgy sem tudok, meg nem olyan az alkatom. Ami ebben az 5 órában történik, az merem állítani, hogy transformáló. Merem állítani, hogy mindenki általában azért izgalommal jön, ami tök természetes. Szerintem 10-15 perc alatt ugye ez az izgalom. Nem is azt mondom, hogy elmúlik, de átalakul. Pontosan azért, mert nagyon figyelek, amit mondtál, a biztonságos térre. Mindig akkor álltam ki életem egy-egy fejezetébe vagy színpadára, amiben 120% biztos voltam. Szóval ezt sem tudtam volna előbb megtenni, mint most, illetve még a COVID előtt ugye én már tartottam, de akkor csak 2 órásokat. És most szeptember vége óta jött az, hogy meg tudom tartani az 5 órás alkalmakat. Úgyhogy tánctudás nem szükséges, kizárólag ez most ugye nőknek szóló táncterápiát tartok, és olyan, mint egy kút tele vízzel, és hogy valaki pörögve megy oda, és csak úgy issza a vizet, valaki szépen lassan, csak egy picit emeli fel a kezét, de kis kortyok, mindenkinek megvan így a saját lenyomata ebben az egészben, de
bátran állíthatom, hogy ez jön, úgyhogy így mondom, hogy itt senki nem ment ki még az ajtón, úgyhogy nem királynő, hogy nem érzi azt királynő, vagy egy istennő. Szóval legyen, ugye nincs is nagyon korhatár, már mint 18 fölött vagyunk, de volt nekem már 60 fölötti is, mert aki eljön, látja, érzékeli, hogy itt nem arról van szó, hogy most húha, ezt meg kell tennem, meg hogy milyen a koreográfia, meg nekem pontosan ugyanezt kell csinálnom, mint a Dóri. Sokkal egyszerűbb lenne, ha nem tennék bele ugye koreográfiát, mert akkor ugye van ez a szabad tánc, és akkor tök jó, és így együtt vagyunk, és hú, de nagyon jó a koreográfia, mert olyan, mint az élet, kihívás, megküzdesz érte, de nem kell vele halni, szóval játék az egész. Igen, azt azért elmondom, hogy nem láblógató sztori ez az egész, tehát nyugodtan jöjjenek 60 felettiek is, de azért mindenki a saját tempójával, igen, meg a saját határain belül, de azért fel kell kötni azt a nadrágot. Igen, hát már a melegítés is azért olyan kedves. Nem biztos, hogy ezt a szót használom. Kedvesen kihívás, igen, valahogy így, de hogy abszolút, ha valaki csak mozogni szeretne már azt is, ami egyébként sokkal többet kapsz, akár mi a cél ilyen szempontból, de hogy már önmagában az is megvan. És nekem a tánc az egyetlen olyan mozgás, ahol így elfelejtem, hogy benne van ebbe az, hogy szeretném formálni a testem, meg mozogni kell, hanem így nem nézem, mennyi a púzusom, maximum azért, hogy így nem mente túl magasra, vagy hogy, de hogy így ez nekem teljes kikapcsolás. Tehát hogy ott nem az a szándékom, hogy most fogyjak, vagy formálódjak, vagy már muszáj mozogni, már sokat ülök, hanem hogy így vagyok, és hogy ez nekem nagyon-nagyon kevés helyen történik meg az életben egyébként. Igen, mert maga a tánc az egy örömforrás. És amit még így hozzátennék az egészhez, hogy ugye az izmaink, az izommemória az adott, szóval ő nem felejt. És éppen ezért a koreográfia, a tánc segítségével hívunk elő olyan érzeteket, amik minden szinten le vannak tapadva. És az, hogy éppen mi jön fel, ugye az jön fel, amire nyitott vagy amire befogadó vagy. Semmivel sem több, mert ugye mindig elmondod, hogy kizárólag csak annyival szembesüljünk, amennyit elbírunk. Ez is benne van ugye a biztonságos térben, hogy csak annyit látsz, amennyit látnod kell, csak annyit tapasztalsz, amennyit tapasztalnod kell. És szó szerint lehet érezni ezt az extázist, ezt a felszabadító örömöt, még ha a koreográfia erős, nehezebb is, akár zúzósabb is, van benne olyan mozdulat, mert folyamatosan csináljuk, és a gyakorlás, és a mögötte lévő érzetek, gondolatok, meg az, hogy ugye nyitottá válsz arra, hogy oké, akkor ebbe én most beleállok, ez folyamatosan jön ki így a mindeneden. És hát nem csak az 5 órás táncterápiát tartod, amit Budapesten tartasz. Budapest, meg Győr. Meg Győrben, hanem Gödön és Veresegyházán is van egy-egy óra a hétfőn és pénteken. Ugye én ezeket mindig összekeverem, és minden nap megkérdezem tőled, úgyhogy ez majd te elmondod a végén, hogy hol, meg mikor lehet téged megtalálni, meg hogyan. Vannak itt kártyák előttem, ez Zen Osho kártya. Mindig megvolt a szándékom, hogy húzatok emberekkel a podcastek alatt, de aztán sosem történt meg, úgyhogy te ezt az első, és most egy darabig az utolsó is, akivel ezt megteszem. Megtennéd, hogy húznál egy kártyát, és így elmondanád, hogy mi jut róla eszedbe, vagy mihez tudsz kapcsolni? Persze, jó, köszönöm. Meg majd mutasd meg, kérlek, a kamerának is. Ide? Beidegződés, és egy nagy macska van rajta. Ez a kártya számomra a mostani lelkiállapotomat mutatja meg. Igen, és ugye egy nagy macska, egy oroszlán van, de rengeteg báránya. Szeretem a bárányokat, de a bárányaim itt most, ezek mind-mind ezek a korlátozó téves hitrendszerek, és ez az oroszlán le van kötözve amúgy az egyik lába.
pont most a napokban jönnek fel olyan régi dolgok, amikkel szembe kell néznem. Amik tudtam, hogy vannak, meg már természetesen belementem jó pár részébe, hogy ez a kártya számomra, ugye az a neve, hogy beidegződés, 15-ös kártya, pont azt fogalmaztam meg magamnak, hogy mi most a legnagyobb félelmem az életemben, és a legnagyobb félelmem, nagyon sokáig kellett gondolkoznom, hogy ugye az őszinte nyers választ adjam meg magamnak, és pontosan az, hogy azzal a fénnyel, amivel születtem, meg amivel mindenki született, az érzékenységem miatt tudom, hogy ott hagytam embereknél. Olyan, mint egy ilyen lélek részelvesztés. És ezt most hangsúlyozom, hogy nem az ujjamutogatás, tehát nem azért, mert ő ilyen volt, mert én akkor ezt ugye engedtem. Szóval ez a sok-sok fehér valami, ez akár az én lelkemnek egy-egy ilyen letört darabja, és most egy nagyon örülök, mert az anyaságban azért úgy el tud veszni az ember, ugye, hogy a mókuskerék rutin, és hogy azért az én idő, meg hogy én elmenjek, terápia, meg hát ugye ez, nem ezt a részét éltem, de hogy most újra beleálltam ebbe is, és kértem segítséget abban, ami most a feladatom, hogy élni tudjam a fényemet, úgyhogy most a fény visszahívásában vagyok azokból a helyzetekből, amikben még tudom, hogy ott maradt. Hát ezen az úton minden jót kívánok neked, és lenne neked kérdésed felém most? Lehet személyes kérdés? Légy szíves. Rendben. Ahogy meséltem erről, van-e benned olyan lélekrészelvesztés, ami jó párat látsz, de van, ami messzebb van. Hogy látod-e azt is, ami úgy igazán messzebb van? Biztos, hogy vannak vakfajtjaim még, és ezen dolgozom. Tudom, hogy van dolgom, és itt volt nálunk Kunszilvi korábban, azzal a lélek részemmel, ami valahol ott maradt a születésem, és a között, hogy eldöntöttem, hogy leszületek. Az a részem, az visszafordult, mert meggondolta magát, de a többi lejött, és ez okoz sokszor egy elvágyódást, és azzal még van dolgom integrálni, de mint mondtam korábban is, még nem jutottam el újjászületés állítás sem, mert hogy annyira félt a rendszeremet az egésztől, hogy nekem is vannak olyan részek, amikre még nem voltam készen, de majd ami késik, nem múlik. Az biztos, hogy még elég messze van. Uh-huh. És nincs itt velem most még. Uh-huh. Úgyhogy, és sok mindenre hat, de majd amikor elérkezik az idő, hogy képes legyek szembenézni ezzel a folyamattal, és akkor majd elkezdem integrálni. Úgyhogy köszönöm a kérdésedet. Nincs, köszönöm a bizalmadat. Hol tudnak megtalálni azok, akik szeretnének hozzád menni? Most tanulom. Minden pénteken Veresegyházon tartok. Most már egy szép nagy terembe költöztünk, úgy, mert azért gyűlik a csapat. Gyűlünk a tűz köré. Minden pénteken, és akkor jön az anyuka agy, ugye? Mikor is? 17:30-tól 19-ig tartok táncterápiát, ami ez az 5 órásnak úgy nevezem, úgy a kistesója, tehát úgy azért az előszobája, de azért ez az előszoba, azért sok minden van ott is. És Gödön, ugye nemrég költöztünk Gödre, úgyhogy Gödön eddig 2 órát tartottam, nagyon befogadó energiák vannak, valaki mondta is most a második órán, hogy ez a Dunakanyar, úgyhogy most ott lesz majd a harmadik órám, és az hétfőnként van 17-től 18:30-ig, de ezeket mind kiírom a Your Choice oldalon, ami fent van ugye Facebookon, illetve Instagramon is Your Choice Fehérvári Dóraként, és akkor ezekről mindig szoktam írni. Ha csak egy szóval kéne megmondanod, hogy mit adott neked a tánc, akkor mi lenne az? Önszeretet.
Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Dori. És ez volt, amiben segíthetek podcast 49. epizódja Jorcsolsz Fehérvári Dorival. Nézzetek és hallgassatok minket 2 hét múlva pénteken a nagy podcast megosztókon és YouTube-on is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok, és legyen szép napotok. Ha tetszenek nektek a podcastek, a leírásban található számlaszámon támogathatjátok, hogy még több segítővel jöhessen létre beszélgetés. Ne felejtsétek el beírni a közleménybe, hogy podcast támogatás, illetve YouTube-on nyomjatok rá a harangjára és a feliratkozás gombra. A podcast megosztókon pedig szívesen veszem, ha értékeltek és csillagoztok.